Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Egy éve a járványhelyzet miatt ugye egyre nehézkesebbé vált mára már az, hogy Európa bizonyos országaiba beutazzunk, és hát ez vonatkozik sajnos a román-magyar kapcsolatokra is. Eléggé nehezen lehet beutazni Magyarországra, illetve Romániába is, hiszen korlátozó intézkedések vannak ma is érvényben. Hogy milyen szabályoknak kell megfelelni ma ahhoz, hogy Magyarország területére bemehessünk, mi romániaiak, romániai magyarok, erdélyi magyarok, ezt járom körbe ma itt a Mérlegen legújabb kiadásában, de azt is kiderítem, hogy a 10 éve működő könnyített honosítási eljárásnak mi volt a gyakorlati haszna, azaz hány erdélyi magyar lett magyar állampolgár az elmúlt 10 év alatt, illetve milyen pluszokat jelent ma az erdélyi magyar a magyar állampolgárság az erdélyi magyar számára, illetve a külhoni magyarok számára. Köszöntöm itt online térben, sajnos csak online térben, és nem a stúdiónkban, Mille Lajost főkonzul urat, a kolozsvári magyar főkonzulátusnak a vezetőjét. Kezdjük, csókolom, szeretettel üdvözlöm a televízió nézőit. Főkonzul úr, kezdjük talán azzal az aktualitással, ami mindenkit érdekel, hogy ugye a jelenlegi korlátozások is, és az elmúlt egy évben tapasztalt korlátozások eléggé megnehezítették a román-magyar állampolgári, és hát mondhatjuk azt, hogy sok esetben a családi kapcsolatokat is, hiszen ugye bizonyos korlátozásokkal lehet csak átkelni Magyarországra, illetve Romániában is. Jelen pillanatban milyen szabályok vannak érvényben? Nagyon helyesen tetszett fogalmazni, hogy a mostani állapotra összpontosítsunk, mert valóban elég gyakran változik a helyzet. Vegyük előre azt, hogy mi történik akkor, hogyha Magyarországra kíván valaki beutazni, tehát hogyha nem magyar állampolgár az illető, tehát nincs magyar állampolgársága, akkor ezt külön kérvényezni kell a polisz.hu oldalon, és meg kell indokolni. Abban az esetben, hogyha magyar állampolgársággal is rendelkezik az, aki beutazik, akkor a főszabály szerint 10 nap karantén kötelezettség vár rá. Ebben az esetben azért van egy csomó olyan kivétel, amit érdemes megjegyezni, és mentesség a karantén kötelezettség alól. Ilyen az, hogyha valaki az államhatártól számított 30 kilométeren belül utazik, tehát nem lépi túl a 30 kilométeres távolságot. És elnézést, itt van egy kérdésem. Itt függetlenül attól, hogy Románia melyik szegletéből érkezik ez a magyar állampolgár, tehát lehet, hogy Konstancáról érkezik, és Magyarország 30 kilométeres körzetébe megy, bemehet az országba karantén nélkül? Igen, hogyha magyar állampolgársággal is rendelkezik. Igen. Igen, és 24 órát nem haladja meg az ott tartózkodása. Szabadon átmehetnek az országon azok is, akik tranzit céllal lépnek be az országba. Ezen kívül azok, akik oktatási intézménynek a hallgatói, tanulói, nyilván ezt a tanulói jogviszonyt igazolni kell, és mondjuk, ha vizsgázni mennek, akkor pedig a vizsgával kapcsolatos dokumentációt, igazolást is fel kell mutatniuk. Hogyha valaki üzleti, gazdasági célra utazik be az országba, akkor szintén mentességet élvez, és akik igazoltan átestek a koronavíruson 6 napon belül, és ezt hitelérdemlően tudják bizonyítani. A 10 nap karantén lerövidíthető egyébként abban az esetben, hogyha 5 napon belül legalább 48 óra különbséggel 2 alkalommal megcsinálják ezt a PCR vagy pecsere PCR tesztet, és akkor de erre előzetesen engedélyt kell kérni a hatóságoktól. Most megfordítjuk az irányt, és azt nézzük meg, hogy milyen szabályok ér, valaki Magyarországról Romániába érkezik, akkor a következő a helyzet. Itt elfogadják a határon azt, hogyha valaki 72 órán belül készített teszttel rendelkezik, és értelemszerűen, hogyha ugye az negatív, ugyanúgy, hogyha üzleti gazdasági céllal érkezik, ugyanúgy a diákokra is vonatkozik a mentesség, és a 30 kilométeres sáv is érvényben van. Ha valaki mindkét Covid oltást fölvette, és természetesen ugye ezt tudja igazolni, és a második oltás óta eltelt 10 nap, ugye ez is fontos feltétel, vagy ha igazoltan átesett a fertőzésen 3 hónapon belül. Van még egy olyan kitétel is, hogyha valaki, puskázok egy kicsit,
A határátlépést megelőző két héten belül ellenanyag tesztelést végzett, és kimutatta a teszt az antitestnek a jelenlétét a szervezetében. Ezek most az érvényes szabályok, ezeket érdemes figyelemmel kísérni és követni, és hát természetesen időnként ugye mind a két kormány módosíthat a szabályokon attól függően, hogy a járvány éppen melyik stádiumban van. Konzul úr, mit ajánl, hogy hol kövessük ezeket a folyamatos módosításokat, hogy elkerüljük igazából a lehetséges vitákat a határon? Személyes tapasztalatom az az, amikor szeptember közepén Magyarországra 24 órára akartunk 30 km-es körzetbe beutazni, és hát elég hosszas beszélgetés után sikerült a jogi kereteket értelmezni a határátlépésnél. Amit közvetlenül tudok ajánlani, hogy a Facebook oldalunkon részletes információk folyamatosan megtalálhatók, tehát ez az egyik lehetőség. A másik természetesen állunk rendelkezésre, tehát ha bárkinek problémája akad, akár értelmezésbeli gondjai lennének, akkor minket hívjon nyugodtan, munkaidőn túl is az ügyeleti telefonon is megteheti ezt, és akkor mi ellátjuk információval a kedves érdeklődőt, de hát ezen túlmenően, hogyha módunkban áll, akkor segítünk is természetesen. Ugye a fokozatosan és folyamatosan változó helyzet ellenére úgy tűnik, hogy a román-magyar kapcsolatok egy kicsit jó irányba kezdenek el mozdulni. Legalábbis az elmúlt pár hónap munkája ezt mutatja, és tapasztalata ezt mutatja. Ön hogyan értékeli azt, hogy Románia úgy tűnik, hogy nyitott az új kormány, az új román kormány nyitott a magyar kapcsolatok irányába, és hát a járványhelyzet ellenére is Magyarország az utóbbi időszakban is kifejtette azt a magyar kormány, hogy továbbra is támogatja a gazdaságélénkítő, folytatja a gazdaságélénkítő programját. Tehát, hogy milyen irányba tartanak ön szerint ezek az eddig jegelt román-magyar államközi kapcsolatok? Több biztató jelet is látok, aztán majd az idő eldönti, hogy mennyire voltam naív, vagy túlzottan bizakodó. Hát egyrészt ugye az új kormány felállása óta külügyminiszter úr, Szijjártó Péter külügyminiszter úr már Bukarestbe ellátogatott, és ott érdemi sokat folytatott az ottani vezetőkkel, ez mindenféleképpen biztató jel. Biztató jel továbbá az is, hogy egy csomó programnak a folytatásáról, elkezdéséről úgy tűnik, hogy megállapodó félben vannak a felek. És hát nyilván esélyt jelent az is, hogy az RMDSZ kormányzati pozícióban van, tehát ettől is azt remélem, hogy az államközi és a kormányközi kapcsolatok is javulni fognak. Bizony elég sok teendő van ezen a téren, de hát reméljük mindannyiunk érdekében, hogy ezek a fejlemények jó irányba fognak haladni, és előbb-utóbb nem, hogy normalizálódik a viszony, hanem egy kimondottan mind a két fél érdekeit szolgáló kapcsolat jön létre. Ugye ön még 2014-ben, amikor Kolozsváron főkonzulként átvette ezt a munkát, azt nyilatkozta, hogy hát az a legfontosabb célja, a legfőbb célja, hogy gazdasági téren a közös érdekek, és hát kulturális téren is a közös összetartó erőt megtalálni, és ebben elmélyíteni a román-magyar kapcsolatokat. 2014 óta gazdasági téren ön szerint mit sikerült elmélyíteni a román-magyar kapcsolatokban? Ilyen okosokat mondtam annak idején. Tehát azt gondolom, hogy ha egy picikét átfutjuk az eseménytörténetet ebből a szempontból, akkor nagyon komoly eredményeket lehet felmutatni. Egyrészt van ugye ez a gazdasági program, aminek a kiterjesztését nagyon várjuk, hogy a Párciumban és a határ mentén is megjelenjen. Itt még vannak tanuló kérdések, de a magyar kormány elszánt, hogy ezt a programot tovább fogja folytatni. Ez egy olyan helyzet, amin mindenki csak nyerhet, tehát nagyon remélem, hogy itt a vitás kérdéseket minél hamarabb sikerül tisztázni. Tehát nagyon, ugye a második legfontosabb kereskedelmi partnere ugye Magyarország Romániának, tehát azt gondolom, hogy a gazdaságban észlelhető mozgások, a befektetéseknek a mértéke, a kereskedelemnek a... Nem mind azt jelzi, hogy egy elég élénk gazdasági kapcsolat érzékelhető a két ország között, és amit tudtunk, mi is megtettünk ebben az ügyben, hiszen a külgazdasági attasénk révén folyamatosan igyekszünk
a gazdasági szereplőket egymással összehozni, a különböző szegmensekben szervezni konferenciákat, találkozókat, kiközvetíteni az egyes befektetési szándékokat. Tehát ebben a szerepünkben úgy gondolom, hogy nem is reménytelenül tevékenykedtünk ebben az időszakban. Hozzátéve, hogy természetesen a gazdasági szereplők vannak olyan talpra esettek, hogy tökéletesen fölismerik a saját érdekeiket, és azokat próbálják kiteljesíteni, de egy kis segítség a kapcsolatépítésben, a különböző fórumok megteremtésében, bizonyos információk átadása, mondjuk a vonatkozó romániai jogszabályokról való tájékoztatásban, az nem hiába. Főkonzul úr, igen, az eredményeket tekintve mindenképp beszélnünk kell arról is, hogy a konzulátus egyik fő tevékenysége az elmúlt 10 évben az volt, hogy ugye a könnyített honosítási eljárással foglalkozott ennek az ügyintézésével, ennek a lehetőségével, hogy minél több erdélyi magyarhoz ez eljusson ez a lehetőség, és hát segítsék a procedúrát. Hogy állunk most 10 év után, hogy néznek ki a számok? Hány erdélyi magyar kérte a magyar állampolgárságot? Nem fogom megkerülni a kérdést, de valóban egy 10 éves múltra tekintünk vissza, és én minden fellengzőség nélkül ezt a 10 esztendő sikertörténetnek tartom. Ez volt a jogalkotónak is a szándéka, hogy a nemzetegyesítés fogalmán belül vagy keretein belül minél több ember éljen a honosítás lehetőségével, és erre komoly igény is van. Ismert számokat fogok mondani, ugye meghaladta az 1 milliót a honosítottak száma, itt most az egész világról beszélek. Nyilván ennek meghatározó része az az erdélyi közösséget jelenti, tehát az erdélyi közösségből jelentkeztek a legtöbben a egyszerűsített honosítási eljárásért, és hát azt is elárulhatom, hogy mondjuk itt ebben a konzuli kerületben 155 ezer és 160 ezer között tételezzük nagyjából a honosítottak számát. Itt egyetlen kitételre oda kell figyelni, hogy a befogadott kérelmek száma az nem azonos az eskütletetteknek a számával, ugyanis nagyon sok olyan megye van ebben a konzuli kerületben, amely a határ mentén helyezkedik el, és sokan élnek azzal a lehetőséggel, hogy az esküt már oda át Magyarországon teszik le, mert egyszerűbb, közelebb van, hadd ne mondjam végig. Na most néhány dolgot azért a honosításról, hogyha megenged mondani. Persze, mindenképp az is kérdés itt. Az elmúlt 1 évre igen, visszatekintve, igen, hogy maga az ügyintézés a konzulátuson, a honosítási kérelmek leadása, az elmúlt 1 év tapasztalata alapján mennyire alakult át, tehát hogy mennyire kellett áttérni egy online változatra, a regisztrációs lehetőségre, mennyire működik ma is akadálytalanul ez a fajta eljárás, ami 10 éve elindult? Bocsánat. Még egy kicsikét visszább tekintenék az elmúlt időszakra, és aztán közeledünk ehhez az elmúlt 1 esztendőhöz, ami azért egy sajátos időszak, valljuk be. Tehát egyrészt az eljárás rendet, az eljárást egyszerűsítettük. Tehát nem kell attól tartani, hogy a honosítás valami rendkívül bonyolult procedúra a bürokratikus útvesztők tömkelegével, sokkal egyszerűbb lett. Én ki fogunk tenni a honlapunkra egy folyamatábrát, amit hogyha valaki figyelmesen megnéz, akkor rögtön rádöbben, hogy ez nem egy ördögi dolog, egyszerű. Tehát egyszerűbb lett. Továbbra is ingyenes, nagyon fontos, és változás a kezdeti időszakhoz képest, hogy továbbra is szeretettel várjuk itt a fővároson is mindazokat, akik a kérelmet szeretnék beadni, de a kihelyezett konzuli napoknak a jelentősége megnőtt. Merem mondani, hogy most már inkább mi megyünk az ügyfelekhez, és nem csak őket várjuk ide hozzánk. Ez azt jelenti, hogy ebben a nagy kiterjedésű konzuli kerületben elég sokat kell utazni, de ezt nagy örömmel tesszük. És ha már ott vagyunk, akkor nem csak a honosítási kérelmeket fogadjuk be, hanem az útlevelekkel kapcsolatos dolgokat is intézzük, anyakönyveket osztunk ki, tehát minden olyan ügyes, bajos dologban igyekszünk segíteni, ami az emberek mindennapjait könnyebbé teszi. Tegyem hozzá még azt is, hogy ha már ott vagyunk, és ott helyben találkozunk az emberekkel, akkor ez azért javítja a helyismeretet is, tehát nem baj az, hogyha minél jobban ismerik a kollégáim is azt a környezetet, amiben dolgoznak. De ha most megnézzük, hogy milyen hasznai vagy milyen hozadékai vannak a honosodásnak, akkor pár elemet szeretnék elni. Az egyik,
hogy akkor, amikor valaki leteszi az esküt, immáron személyigazolványt is kap. Ez Tehát ugye a nem volt így az személyigazolvány, hogy elejétől kezdve, tehát a nem volt, személyigazolvány ez nem, nem nem. rég vezetődött be automatikusan minden honosított magyar állampolgár számára. Valamivel több, mint egy esztendeje, hogyha jól tudom, talán február környékén vezettük be ezt az újfajta lehetőséget. Ez azt jelenti, hogy amikor az fölvesszük a honosodási kérelmet, akkor ott már megtörténik ugye az a fajta adatfelvétel, ami az ESIG, elektronikus sem személyigazolványjal készítés szükséges, tehát nem kell külön kérelmezni. Se a honosítási kérelem beadása előtt, akkor nem is nagyon lehetett volna eddig se, sem pedig utána nem kell, tehát ezt automatikusan megkapja az ügyfél, amikor az esküt letette. Ez egy újabb Akinek már eljárásrendi megvan elem. eddig, aki az, ez az év előtt, tehát nem az elmúlt egy évben kérte, és nem kapott ugye automatikusan személyigazolványt, annak külön kell igényt letenni erre. Igen, akkor neki is sajnos igényelnie kell az igazolványt, de hát reméljük, ahogy haladunk előre az időben, ez a gyakorlat immáron teljesen általánossá válik, és egyre kevesebb szükség lesz arra, hogy külön kelljen igényelni. Ezen kívül, és aztán rátérek a kérdésnek az elejére is, de ezen kívül meg kell említenem azt, hogy az állampolgárság felvételének továbbra is megvannak azok az érzelmi, lelki tartalma elemei, amelyek a legelején is megvoltak, tehát jó egy közösséghez tartozni. Jó egy közösségben otthon érezni magát az embernek. Látjuk ezt egyébként például a kolozsvári magyar napokon is, hogy milyen jó az az érzés, amikor összetartozunk, és mondjuk ez még egy kulturális élményhez is kötődik. És azt szoktam mondani, hogy aki kötődik egy közösséghez, az biztosabban áll a lábán. És úgy látom, úgy remélem, hogy ez továbbra is élő lelki, érzelmi tartalom. Persze nyilván egyénenként ezt mindenki máshogy éli meg. De hadd említsek meg néhány olyan elemet, ami ezen szellemi vagy lelki, érzelmi tartományon mellett is létezik. Az a következő, hogy ugye aki a magyar állampolgárságot fölvette, az részesül a családtámogatási rendszerben. Ugye ez egészen pontosan azt jelenti, itt csak két juttatásról fogok most beszélni, hogy van az egyik az úgynevezett anyasági támogatás, ez egy egyszeri támogatás, ami azt jelenti, hogy egy gyermek után 64.125 forint jár, hogyha ikrek születtek, akkor 85.500 forint üti a markát. A magyar állampolgárságú gyermek édesanyjának, vagy örökbefogadójának, vagy gyámjának. Tehát ők jogosultak ezt a pénzt fölvenni. Fontos kitétel, hogy a gyermeknek a magyarországi anyakönyvezése legyen rendben, de ezt mi illetékmentesen intézzük. Erről nem szabad megfeledkezni. A másik egy távlatosabb, tehát nem azonnali pénz, hanem távlatosabb, ez azt jelenti, hogy az életkezdési támogatás az úgy néz ki, hogy 42.500 forint a magyar államkincstárnak egy erre fenntartott számláján megjelenik, és addig, amíg a gyermek be nem tölti a 18. életévét, ezt ugye a magyar állam az infláció mértékének megfelelő kamattámogatással növeli, jelentés a vásárló értéke nem romolhat, és ha a gyerek nagykorú lett, akkor ez is hozzáférhetővé válik. Ugye ez, megint azt gondolom, ez a 2017. június 30-a után született gyerekekre érvényes, ez megint egy jól látható, érzékelhető támogatás, érdemes megfontolni, hiszen azért minden segítség jól jön ilyen szempontból is. Még két elemet hadd mondjak, nagyon gyorsan az egyik, én nagyon sokra tartom, és nem ilyen közvetlen kézzel fogható haszonnal, de távlatosabb hozadékkal jár a bölcsődés óvodafejlesztési program. Nagyon jó dolog az, hogyha egy család abban a helyzetbe kerül, hogy elkezdi törni a fejét, hogy na most ezt a kisgyereket melyik bölcsődébe óvodába adjam, és van ott elérhető távolságon belül egy korszerű, jól felszerelt, kulturált óvoda, bölcsőde, ahol odaadó emberek szakszerűen gondoskodnak a gyerekről, hát bizony-bizony ez
ez komoly. Hát arról nem is beszélve, hogy ha esetlegesen még egy kis versenyelőnye lesz a gyereknek, mire iskolába kerül, mert olyan előképzést kap, akkor ez megfontolandó. És még ennél is egy tágabb képzett körben, hogyha mozgunk, én a vegyes házasságban élőknek is nagyon tudom ajánlani honosítást, hiszen két kultúrával megismerkedni, két nyelvet beszélni, az minden szempontból előny intellektuálisan is, de akár a piacon, a versenyhelyzetben is előnyt jelenthet. Tehát ha a közösséghez való tartozás azt jelenti, hogy biztosabban állunk a lábunkon, a több nyelv ismerete és a több kultúra ismerete pedig abban segíthet, hogy az eligazodásunk jobb legyen, pontosabb legyen, ránk fér ebben a világban az ilyesmi. Az egyesztendő a szokásos üzemmódunkat fölborította, hiszen ismerjük, hogy ennek a járványnak milyen következményei vannak. Maximálisan betartjuk természetesen az egészségügyi előírásokat, a kihelyezett konzuli napok esetében is, tehát folytatjuk a kihelyezett konzuli napokat, de ahol piros település van, tehát olyan településről beszélünk, amely már ugye hívjam így, hogy ugye túl van azon a 3000-lékes határon, oda nem megyünk, de itt ki kell emelnem a szerepét, ha már itt tartok, az Eurotrans alapítványnak és a demokrácia központoknak, hiszen ők segítenek nekünk a kérelmek összesítésében, befogadásában, lebonyolításában, tehát ők állnak rendelkezésre. Tehát akkor igen, olvashattuk azt, hogy a demokrácia központok is mindenhol újra nyitottak, és várják a közönséget, egyeztetést követően mindig az ügyfelekkel egyeztetnek, és várják a közönséget. Főkonzul úr, még azért van egy fontos kérdésem, amiről mindenképp szeretném, hogy röviden beszélhessünk, és sajnos nagyon rövid az időnk, de azért megkérdezem. Itt említette a román-magyar kapcsolatok terén a kultúráknak az összehozását, ugye, ami a kétnyelvű román-magyar családok számára is egy előnnyel jár a magyar állampolgárság. Na de azt is tudjuk, hogy a főkonzulátus, a kolozsvári főkonzulátus számos olyan kulturális programot indított el, melynek ez az elsődleges célja, hogy a román-magyar kultúrát összehozza, egy asztalhoz ültesse. Említsen meg nekünk 2-3 ilyen projektet, jó? Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Ez egy nagyon kedves dolog. Még egy mondat erejéig hat érjek vissza. Tehát köszönjük a demokrácia központoknak is, és természetesen az Eurotransznak is, és azt is, hogy hangot is adnak annak, hogy elérhetők, már ahol van irodája a demokrácia központoknak is. Kiemelném abból, amit tetszett kérdezni, a Dufart rovatot, hiszen az Erdélyi Magyar Írók Ligájával együttműködve indított el. Én adtam ezt az idétlen címet ennek a rovatnak, ebből kiolvasható, hogy azt keressük, azt kutatjuk, hogy a román és a magyar kultúra között milyen átjárások vannak, milyen kölcsönhatások fedezhetők fel, nem csak a személyes kapcsolatokban, hanem stílusjegyekben, egy-egy műfajnak a sajátosságaiban, tehát keressük azokat az átjárásokat, ahol egyik kultúrából rá lehet tekinteni a másikra. Ez egy nagyon izgalmas, nagyon érdekes feladvány. De hát természetesen, ugye mondjuk már sajnos a múlthoz tartozik, de megvan a kézzelfogható eredménye. Éppen a Marius Tabaku barátomnak a munkásságát is nagyon jó szívvel és kicsikét, hogy mondjam, elérzékenyülve említem meg, hiszen a Bánfi trilógia lefordítása román nyelvre azért nagyon komoly kulturális esemény volt, és hát itt is megpróbáltunk segíteni, de nagyon jó a viszonyunk például ugye a Bánfi palotával, Nasztáze barátom nagyon sok tárlatnak ad lehetőséget arra, hogy megtekintse a közönség is. És most zajlik például ugye a Szerb Antal féle magyar irodalomtörténetnek a román nyelvre fordítása, ami megint azt gondolom, hogy izgalmas, érdekes és segíti ezt a fajta értékfelismerést, vagy a kölcsönös közeledést a kultúra területén. Ez egy nagyon jó lehetőség, hogy ezt ki tudjuk használni. Hát konkrétan már meg is van a gyümölcse ezeknek a kulturális projekteknek. Sajnos a műsoridőnk végéhez értünk, és még számos kérdés maradt, amiről szerintem remélem, hogy tudunk még beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Én köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.
Köszönöm konzul úrnak, illetve köszönöm önöknek, hogy velünk tartottak. Egy hét múlva ismételten itt a Mérlegen asztalánál egy újabb kiadással, újabb közéleti fontos témákkal várom önöket. A viszontlátásra!